Az öt rítus egy komplex gyakorlatsor, ami naponta végezhető, ügyelve a fokozatosság elvére. A fiatalság forrásának is nevezik. A gyógyító, regeneráló, vitalizáló hatását a test energia központjain keresztül fejti ki. Állj válszélességű terpezbe, karjaidat emeld oldalsó középtartásba, és kezdj el forogni az óramutató járásával megegyező irányba. A gyakorlat közben nézz ki egy pontot, és próbáld rajta tartani a tekintetedet, így kevésbé szédülhetsz meg. Az első alkalommal 3 kört ír le, majd hetente emeld az ismétlés számot 2-vel. A gyakorlat végeztével állj meg, tenyereidet illeszd egymáshoz a mellkasod előtt, és koncentrálj a hüvelykujjaidra néhány másodpercig. Az első gyakorlat a forgó mozgásának köszönhetően ösztönzi a test energia áramlását. A második rítus könnyített változatával kezdünk. Feküdj hanyat, kezeidet tedd a tested mellé, tenyérre lefelé. Belégzésre emeld a fejedet és mindkét lábadat tért felhúzással, majd onnan nyújtsd felfelé. Ügyelj arra, hogy az álladat finoman húzza szegcsontodhoz, a derekadat pedig szorítsd a talajba. Kilégzésre engedd vissza a lábaidat és a fejedet is. Kezdetben ismételt 3-szor a gyakorlatot, majd hetente emelt 2-vel az ismétlés számot. Ha már biztonságosnak érzed, végezheted a teljes gyakorlatot nyújtott lábakkal is. Ez a gyakorlatsor erősíti és serkenti a belső szervek és mirigyek működését. Jó hatással van a vérkeringésre és a légzésre. A hölgyeknél hozzájárul a menstruáció és a klimax kellemetlen tüneteinek enyhítéséhez. A gyakorlat végeztével feküdj lazán tartott karokkal és lábakkal, közben lélegezz lassan, egyenletesen. Térdelj egy puha plédre, testedet tartsd egyenesen, lábujjaiddal támaszkodj a talajon. Tenyeredet tedd a fenekedre, a fejedet hajtsd előre és fújd ki a levegőt. Belégzésre hajtsd hátra a fejed és hajolj hátra. Kilégzésre vissza. Kezdetben ismételt 3-szor a gyakorlatot, majd hetente emelt 2-vel az ismétlés számot. A harmadik rítus gyakorlata serkenti a pajzsmirigy működését. Jótékony hatással van a mellékvese, a vese, a nemi szervek, a prosztata és a méh működésére. Elnyíti a hát feszültségeit és mélyíti a légzést. Csípődet hátratolva, ülj a sarkadra, homlokodat pihentest az alkarodon. Ülj nyújtott lábülésbe, lábaid legyenek csípőszélességben. Felső tested legyen egyenes, kezeidet tedd a csípőd mellé, ujjaid nézzenek előre. Belégzés közben emeld a csípődet. A nyakad maradjon a gerinced vonalában. Kilégzéssel ülj vissza a kiinduló helyzetbe. Kezdetben ismételt 3-szor a gyakorlatot, majd hetente emeld 2-vel az ismétlés számot. Ez a gyakorlat jó hatással van a nyak, a váll, a csípő, a térdizületeire és a csontritkulásra. Serkenti az immunrendszer működését, növeli az energiaszintet.
A gyakorlat végeztével húzd fel a lábad, hajolj előre és kezeidet pihentesd a lábaidon. Sarokülésből nyújtózz előre hosszan a karjaiddal. Belégzéssel emelkedj négykézláb helyzetbe, majd onnan forgasd a lábfejedet, emeld a térdedet, és kilégzéssel told a csípődet a magasba. Innen gördülj előre, majd engedd a csípőd a talaj felé. Emeld ki a mellkasod, és távolítsd a vállaidat a füleidtől. Kilégzéssel újra told az ülőgumóidat hátra és felfelé. Ügyelj arra, hogy a gyakorlat közben tartsd aktívan a hasizmodat, legyen stabil a tenyértámaszod. Ez a rítus tisztítja az arc és orrüregeket, javítja a belek és az emésztés működését, és csontritkulás esetén is nagyon hatékony. Kezdetben ismételt 3-szor a gyakorlatot, majd hetente emelt 2-vel az ismétlés számot. A gyakorlat végeztével, a sarkadon pihenve, kezeidet a földön előre nyújtva, pihenj. Az 5 tibeti jóga eredményességének kulcsa a rendszeresség és a fokozatosság. Az 5 különböző gyakorlatot kezdetben 3-szor kell ismételni, majd hetente 2-vel növelve kell végezni. Így pontosan 10 hét alatt érhető el a 21-szeres ismétlésszám. Namaste!